társadalmunk alapillére lenne az egymásra való figyelés, és ezen keresztül a szabad véleményalkotás. Most ez szemtől szembe elég nehezen megy, viszont az internet sajátos ködjébe burkolozza, mindenkinek megjöhet a bátorsága. Mennyire jó, amikor sötétbe tapogatózol és segítő vonalak vezetnek a célod felé. Az igazságot kívülről teljesen másképpen lehet látni, ez nagyon jó, hogyha megkapott, elétárják, de valljuk be, ezek néha fájdalmasak. Vajon mennyire vagyunk felkészülve arra, hogy mások elétárjuk a róluk meglátottakat? Szánunk-e elegendő időt arra az egyébként szerintem az egyik legfontosabb kommunikációs eseményre? Gondolom, amióta az ember megszólalt, azóta formál véleményt, vitatkozik, teszi ezt mint kritikusan. Ezeknek biztos megvannak az okai, de nem mindegy, hogy milyen forrásból származnak. Az természetesen, amikor szemtől szembe kerülünk valakivel, akkor nagyon átgondoljuk azt, hogy mit mondunk, nem mindenki. Tesszük éppen azért, mert szemtől szembe pontosan érzékeljük a mondani valónknak a súlyát. Egy ilyen kommunikációban azonnal érezhető a reakció akciója másik embernek, akár csak a tekintetében, tehát nem feltétlen azért, mert megszólalt és megpróbál védekezni. A védekező mechanizmus teljesen természetes, és nagyon sokszor pont ez a védekezés váltja ki a vitának a vége láthatatlan folyamatát. Ha már kimondtunk egy véleményt, és a másik erre reagált, akkor azt fel is kell tudni vállalni, de nem mindenki tudja felvállalni azt, hogy a másik fél reagál, és akár meg is támadhatja a mi véleményünket. Az ember mindig megtalálta azokat a lehetőségeket, amelyel ezeket a konfliktusokat a lehető legkisebbre lehet csökkenteni. Sajnos ezek a megoldások nem arra irányulnak, hogy ne legyen konfliktus, hanem arra, hogy a véleményt alkotó ne kapjon visszapattanó támadásokat. Teszik az emberek ezt úgy, hogy mással üzenik meg a véleményüket, és adják át azoknak, akiknek nem merik szemtől szembe. Egyébként ennek lenne valamilyen ló, Logikája, például, amikor stratégiát építesz, és egy bizonyos tárgyalás technikánál nem mindegy, hogy milyen információk honnan jönnek. Tehát figyelembe veheted azt, hogy ha te mondasz valamit, akkor az a másiknak nem feltétlen érdekes. Ha egy másik ember mondja ugyanannak az embernek, attól az embertől az a másik elfogadja, és így célba ér az a kritika, ami gyakorlatilag építi azt az embert, akiről véleményt alkotunk. Egy másik módja volt régen ennek, hogy te mondod el, de levélbe írod le, mert akkor pontosan tudsz fogalmazni, nem esel abba a hibába, hogy megbotlik a nyelved, nem úgy gondoltad, ahogy mondtad, vagy nem úgy mondtad, ahogy gondoltad. Van időd átgondolni az egészet, és egy pontos leírást tudsz adni. Adni a másik ember számára. És elérkeztünk a napjaink borzalmához, ahol bárki bármilyen véleményt leírhat a másikkal szemben. Hogy miért teheti ezt meg? Azért, mert nem kell felvállalnia a felelősségét, hiszen valamilyen avatár formájában árulhatja el azt, ami az ő véleménye, illetve, hogyha fel is vállalja, hogy ki ő, ő ismeretlenül teszi, és úgy, hogy gyakorlatilag nincsen lehetőség arra, hogy bárki válaszoljon vagy a válasz kötelessége legyen a véleményalkotónak megválaszolnia. Retentő kényelmes szituáció ez, főleg a bátortalanoknak vagy gyáváknak, és pont az az érzés tombol bennük, hogy ők nagyon erősek és megmondták azt, amit senki nem látott meg, és csak ők látták meg, és csak ők merték megmondani. Igaz, azt a fáradtságot sem veszik, hogy végig görgessék a komment szekciót, és lássák azt, hogy ezt már valaki megmondta, tehát nekik fölösleges, tehát ők csak ismételgetnek másokat, ráadásul úgy, hogy mindenki úgy mondta meg az Egészet, hogy igazából nem volt semmilyen alapja. Ez kialakult bennünk, mi magunk alakítjuk így a társadalmunkat, nem jó irányba, de akkor is minden ember felelős azért, hogy ez megtörtént. A vélemény, a kritika és a vita egyáltalán nem rossz dolog, sőt, építi az embert, építi a személyiségünket, és a társadalmunkat is tudja építeni. Viszont, amit a legtöbb ilyen megnyilvánulásban tapasztalhatunk, az az, hogy a szándék nem építő jellegű. Sőt, egyáltalán nem veszi figyelembe azt, akinek szól. Ráadásul a legtöbbször olyan információkra támaszkodik, amelyek nem valósak. Az meg már a legrosszabb, amikor szándékosan valaki rombol. A lényeg az egészben az, hogy ha vitának, a véleményalkotásnak vagy a kritikának nincsen perspektívikus építő jellege, akkor az mindenképpen rombolja a másik személyét, vagy valamilyen ügyet, vagy akár a társadalom kisebb, vagy nagyobb részét. Egy ilyenfajta véleményalkotás egy olyan önkelegítés, ami másokat sért. Mondd el a véleményedet, de szánjál rá időt, hogy hogyan fogalmazod meg. Kutas a témában, amiről véleményt alkotsz, alaposan néz utána, hogy ki, mit, miért mondhatod. És minden mellett ott van az emberben a természetesen feljövő megnyilvánulási vágy. Ez annyira jó, hiszen az alkotói létünknek az egyik alapköve, de erre sokkal több időt és figyelmet kell szánni. Ha véleményt alkotsz, hogy vitába szállsz valakivel, akkor mindenképpen úgy tedd, hogy legyen rá ideje a másiknak reagálni, és ezzel elindulhasson egy kommunikáció. Ez a kommunikáció építőjeleggel kell létrejöjjön, rá kell mutasson a lényegre, és segítőkész kell legyen. Ez szükséges mindenkinek nincs fejlődés anélkül, hogy külsőleg valaki nem mondja meg, hogy merre haladunk. És mindenkinek szükséges az is, hogy elfogadja azt, amit külsőleg látnak bennünk, és elmondanak nekünk. Független attól, hogy igazuk van, vagy nincs. Mert hogy minden véleményben és kritikában, még a rossz szándékúban is van valamilyen igazság. Persze nem az, amit konkrétan mondanak, hanem valamilyen apró, icipici igazság, ami nem számítana, de hogyha erre figyelsz, akkor ebből egyébként felépíthetsz egy olyan megoldást, ami tényleg szükséges lehet, nem feltétlenül nagyon fontos, de az is lehet, hogy tovább viszi a gondolataidat egy sokkal jobb irányba. Azok, akik véleményt alkotnak, vagy vitába szállnak, azokban legyen elég felelősség tudat. De hát pont ezzel nem találkozunk az interneten. Ehhez az egészhez megfelelő jó szándék és intelligencia kell, fel kell tudni mérni, hogy kinek, mit, mikor és milyen fórumon és hogyan közlünk. Ezek nem egyszerű társadalomkovácsoló eszközök, ehhez szakértelem kell. Sajnos nagyon kevesen értenek hozzá. Ami viszont mindenkit felhatalmaz ezeknek a használatára, az kizárólag a szeretet. Minden más érzés szakértelmet és intelligenciát követel meg. Ez a véleményem.